Most nagyon nehéz helyzetbe került a kinomozi, amit már hónapok óta fenyegetve voltunk, és ezt több helyen el is próbáltuk mondani, hogy mennyire bármikor bekövetkezhet az, hogy a kis moziknak be kell zárniuk, vagy legalábbis nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Ez most úgy tűnik, hogy testközelben is megtapasztalhatjuk ezt a körülményt, ugyanis ma juttatott el hozzánk egy olyan levelet a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett Budapest Film ZRT, aki az ingatlan tulajdonosa, amiben mi ezt a mozit működtetjük, hogy 8 napon belül kell rendeznünk azt a bérleti díjtartozást, ami már bizony hónapok óta halmozódik, ezt elismerjük természetesen. Az oka ennek az, hogy állami támogatásban vagy fővárosi támogatásban már nagyon hosszú ideje nem részesülünk, a többi más mozihoz hasonlóan egyébként, és ez a forráshiányos állapot idézte elő azt, hogy nagyon sok alapvető költséget nem tudunk fedezni saját erőből, mert nincs olyan nagy nézőszám a mozikban, nincs olyan nagy saját bevétel, amiből fedezni tudnánk. A rezsiköltségek viszont nagyon magasak. Ez hónapokon át halmozódott, és most olyan helyzetbe kerültünk, hogy 8 napon belül kellene rendeznünk egy viszonylag nagy összegű tartozást, amit nem biztos, hogy meg fogunk tudni tenni. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog utána történni, hogy a Budapest Film ZRT, illetve a Fővárosi Önkormányzat valóban érvényesíti-e azt az egyébként szerződéses jogát, hogy azonnali hatállyal felmondja nekünk a bérletet. A film alap kiírt egy győrsegély pályázatot márciusban, vagy áprilisban, már nem is tudom, de minden esetre viszonylag régen, ami sokat segítene abban, hogy ezt a tartozást rendezni tudjuk, mert hiszen akkor... Ha ez a pénz, amit ott megítéltek nekünk néhány héttel ezelőtt megérkezne valóban a számlánkra, akkor tudnánk ezt rendezni belőle, mint ahogy a pályázatban is azt jeleztük, hogy a bérleti díjtartozást szeretnénk elsődlegesen ebből a támogatásból rendezni. Ha ez a pénz valóban eljutna hozzánk, akkor ez viszonylag hamar megoldódna, de ha még sokáig húzódik, akkor nem tudom, hogy a Budapest Film, illetve a Fővárosi Önkormányzat lesz-e még elég türelmes.